Nézzük akkor, mi várhat a tigrisekre 2024-ben. Alapvetően nem lesz se jó, se rossz az évük, olyan középmezőnyben vannak, nincsenek nagy ütközések a képleteikben. Viszont amire érdemes odafigyelni, az az, hogy ez az év, ez feletti baleset veszélyes. Alapvetően a tigris ugye szeret kipróbálni érdekes dolgokat, akár extrém sportokat is. Ezzel most óvatosan bánjatok, kedves tigrisek, mert 2024-ben sokkal könnyebben megsérültök szó szerint, tehát hogy akár vágás lesz bennetek, törés, bármihez hasonló. Úgyhogy ha mégiscsak elmentek bármiféle ilyen extrém sportra vagy ilyesmire, akkor megfelelő óvintézkedések mellett tegyétek mindezt, mert tényleg nagyon könnyen megsérültek. A másik, amire figyelnetek kell, az a pénzszerzés. Egész egyszerűen azért, mert hogy nagyon jó stratégiailag, nagyon jól el tudjátok gondolni a dolgokat, hogy hogyan szerezzetek pénzt, és ebben jók is lesztek, viszont figyeljetek arra, hogy betartsátok a szabályokat és a törvényeket, ne keressetek kiskapukat, mert abban a pillanatban, hogy kiskaput kerestek és abba az irányba mentek, akkor sokkal többet veszthettek, mint nyertek. Úgyhogy erre most nagyon-nagyon fokozottan oda kell figyelnetek. Ezen kívül, ami még jellemző erre az évre, az utazás, a változások. Akár az is lehetséges, hogy külföldre költöztök, kedves tigresek, illetve ami még ezen kívül, az a sokszorozó erő. Tehát figyeljetek oda arra, hogy mit csináltok ebben az évben, mert sokszorosan kapjátok azt vissza, a jót is, és a rosszat is. Részletesebb leírást a honlapomon találsz, myfutu.com. Egyben van ott egy kis meglepetés is számotokra, minden állatjegyhez ugyanis készítettem egy képernyővédőt a telefonra, az éppen aktuális színekkel, amik rájuk jó hatással vannak ebben az évben, amit természetesen ingyenesen le tudtok tölteni, és fel tudjátok tenni a telefonotokra. Remélem tetszeni fog, várok titeket a honlapon is.